Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirkó Szoba Etén vezetője. Nálunk parapszichológus képzés folyik, az alapképzésünk egy éves, utána még lehet tanulni több évig különböző modulokban. Akit érdekel, keresse fel a honlapunkat www.kirko.hu, vagy írjon a titkárságra kirko.egyetem3@gmail.com. Térjük vissza az előző témára. Tehát, amikor a férfi szerelmes lesz, csodálatos szerelem fűzi egy nőhöz, egy szép nőhöz, vagy csúnyához, mindegy, mert a szerelem az vak. Tehát egy férfi szerelmes lesz, akkor bizony lekapcsolódik Istenről. Előjönnek a vágyak. A vágyak az ego. Az ego az nem Isten. A vágyak azok a földhöz kötnek bennünket. Ide a földhöz. Tehát még mi kapcsolódik be? Bekapcsolódik még a büszkeség. Büszke vagyok, hogy én ilyen nővel vagyok szerelmes. Büszke vagyok, hogy én a szerelmemmel le tudok feküdni. Bekapcsolódhat mások lenézése, akiknek nincs ilyen. Bekapcsolódhat az önhittség. A nagyzolás, hogy hú, micsoda nőm van, ide figyeljetek emberek. Ez mind az ego, és ilyenkor mindig lecsatlakozunk Istenre. Mi történik? Ilyenkor felülről blokkolják ezeket az erős érzelmeket álmatlanság segítségével. Az álmatlanság az nem más, mint a tudatunk megalázása. A gond az, hogy az emberi értékeket a mi tudatunk írja le. Tehát a minden embernek a saját tudata írja le, hogy mik azok az emberi értékek. Ezért nagyon gyakran az emberi értékek változnak, vagy mások ennél az embernél, és annál az ember. Azonban van felső bénünk, van tudatalattink, amik úgy szintén működnek. Az egónk egy része ott van a tudatalattinkban is, egy része a felső énünkben is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ha tetszett, lájkoljanak és iratkozzanak fel. Viszontlátásra!